Sziasztok, Klesi Gyomat! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és most három darab warbázis fogok nektek bemutatni, amit, hát, meleg szívvel ajánlok nektek. Nos, igazániból itt van ez a három bázis, és kezdeném azzal, amit már egy jó ideje használok. És erről a bázisról azt kell tudni, hogy láthatjátok, hogy a Town Hall nincs középen, és igazániból nagyjából Town Hall 7-en még annyira nem, de Town Hall 8-on már megjelennek, illetve Town Hall 7-re is van amennyire, de leginkább Town Hall 8-tól vannak ugye az úgynevezett anti-3-as bázisok. És hogy ezekről mit is kell tudni, igazából a lényegük az, hogy akármilyen módon, de ne tudják megszerezni rajta a 3 csillagot. Szóval igazából a Town Hall, hogy hol van, az általában mindegy, de mégsem mindegy, mert láthatjátok, hogy itt fölül van, ugyanis a Town Hall magának az épületnek nagyon-nagyon sok élete van, ezáltal olyan szerepet, mint a storage-ok, tehát, hogy ilyen tankoló szerepet, tehát így, hogy felfogják a sebzést, míg a defense-ek lövik az egységeket, olyan szempontból viszont jó épület, és ugye ráadásul nagy helyet is foglal. Szóval, ennél a bázisnál láthatjátok, itt található maga a klánkastély, majdnem 100%-osan középen, igazából nem értem, hogy miért nem itt. Ja, igen, így egy picit bejebb mozítottam, ezt valószínűleg csak véletlenül elmozítottam. Szóval így, hogy itt van, így mindenféleképpen le kell szedni egy épületet, hogy ki lehessen csalogatni bármelyik irányból. És ugye egy normális támadásnál, ami mondjuk nem sárkányos, tehát ott ki kell csalogatni a CC-t. Valamint elhelyezkedik benne egy dupla giant bomb, amiről ha esetleg nem tudnátok, a 4-es Hogridert a vele egyenlő szintű, tehát a TH8-as level 3-as giant bomb, dupla giant bomb, illetve két darab level 3-as dupla giant, na, két darab level 3-as giant bomb, Healspell alatt, minden alatt kinyírja. Szóval igazániból nem éli túl. Szóval ez egy ilyen csapda, és ugye itt található egy 6-os kis bomba áradat, ami szintén nem árt, hanem, tehát hogy ami szintén sokat árt a hugokba. És itt láthatjátok, hogy a két darab csontváz az légre van állítva, ugyanis igazából az anti-3-as bázisokat nem azt mondom, hogy sárkány a legegyszerűbb, de sárkány az a stratégia, amivel úgy nem annyira nagyon-nagyon bonyolultan be lehet venni a bázisokat, hát nem mindig jön össze, ugyanis láthatjátok, hogy itt a 3 air defense azért eléggé jó helyen van, a sweeper is 100%-osan lefelé majdnem mindegyik air defense-t, ugye ha észszerűek akarunk lenni, akkor nem is tudunk, tehát hogy akkor ezt az air defense-t szedném le, viszont akkor annyi mindenen kell átjönni a sárkányoknak, hogy mire elérnek ideig már rég meghaltak. Szóval igazániból láthatjátok, itt egy csomó airmine van, itt egy csomó egybe, és valamint a csontvázak is légire vannak állítva, szóval a sárkányok ellenék azért ebben jól véd ez a bázis, valamint hogok ellen is dupla giant bomb, és govipe ellen is jó, ugyanis nagyon-nagyon sok kicsi részből áll a bázis, és hát ugye támogatva nincsen jumpspell, szóval itt a govipe-on mindig át kell törnie igazániból a pekkáknak, valamint a wizardnoknak, valamint a négy sorokban builders-hatok találhatóak, szóval aki sárkányal támadanak, még nehezebb dolga legyen. Viszont, mielőtt beraknátok egyből ezt a bázist, annyit tudnotok kell róla, hogy ennek a bázisnak csak akkor van értelme, ha ti is tudtok háromcsillagozni. Szóval, hogyha te nem tudsz háromcsillagozni, és téged lekétcsillagoznak magas százalékkal, és te pedig nem tudod lehárom-csillagozni a veled szemben lévőt mondjuk, akkor ennek a bázisnak tök értelmetlen, ugyanis hogyha téged bevernek két csillag magas százalékra, viszont te is csak két csillagra, vagy esetleg egy csillagra versz, mert elrontottad a támadást valakit, akkor ugye a másik fog nyerni, mert ugye magas százalék két csillagra vert. Szóval, hogyha nem tudsz három csillagozni, akkor ne használj anti-3-as bázist. Ez TH8, 9, 10 és 11-nél is ugyanígy van.
Szóval ennyit erről az anti-ármas bázissal, mindenkinek tudom ajánlani, aki tud három csillagozni azoknak. Nos, a következő bázis igazából félig meddig mondható anti-háromnak, mert található benne dupla Giant Bomb, a Town Hall is középen van, a CC is középen van, három air defense jól el van helyezve, Zipper is jó irányba néz, valami nem csak dupla Giant Bomb, hanem van már egy Giant Bomb és négy darab trap, valamint ugye Skeleton trap is ott egymás mellett. Szóval igazából ezt nagyon sokan ajánlották, és szintén ezt a bázist is, és nagyon sok ember használhatja esetleg ezt a bázist, de igazából ez tényleg magában egy jó bázis, Barbarian King is olyan van, valamint itt is lehetne Giant Bomb, de ugye itt nincs, hogyha valamiért úgy veszed észre, hogy mindenki tudja, hogy hol van a Giant Bomb, akkor helyezze át ide, hogy itt is van neki egy hely, valamint ugye négy külső részből áll, ahol a storage-ok vannak, valamint Archer távörök és ugye a maradék canonok, valamint ugye itt is van egy ilyen kis csapda, ahol a Mortar és a Tesla között van ugye Springtrap, és itt is a Springtrap-ek a defense-ek között vannak, ugyanis hát úgy van értelme a Springtrap-nek igazániból, hogyha átmennek rajta, ha nem mennek át rajta, akkor ugye semmi értelme nincs. Igazániból ez egy hát Govipe ellen, itt ugye már nagyobbak a részek, Govipe ellen nem annyira jó, Sárkány és Hog ellen viszont jó, tehát ez már nem egy anti-ármas bázis, szóval ha esetleg nem 100%-osan, de tudsz három csillagozni, akkor inkább ezt a bázist ajánlom, ugyanis ez nem egy anti-három, viszont mégis azért valamennyire közel van hozzá. És ugye itt csak két builders hát ott tudtam elhelyezni a bázis különböző pontján, ugyanis itt elég sok épület van bent a falon belül, ezáltal a külső részen picit hiányosabbak az épületek, ezért nem tudtam mind a négy vagy öt builders-et a szélére helyezni, de helyezzétek a szélére tényleg, ha tudtok builders-etokat, és ezzel nagyon meg tudjátok szivatni igazából az ellenfelet. És végül, de nem utolsó sorban, az utolsó bázis, ami egy anti-kettes bázis, és azt kell róla tudni, hogy a Clash of Jomadva az egyik srác használta, és tudjátok, tehát, hogy TH8-ak támadták meg. Aztán nem sikerült. Aztán megtámadtak TH9-ek, ők sem tudták beverni három csillagra, és 8 vagy nem, 9 támadást védett. És 9-1-ére egy Town Hall 9, egy erős Town Hall 9 verte be 3-ra. Szóval anti-2-es bázisnak ez mindenféleképpen jó, ugyanis, hát 3-ra is sem olyan egyszerű verni, de inkább ezekről a támadásokról azt mondanám, hogy bírna volt maga a támadó, mert valamelyiknél még alig jött össze az egy csillag, vagy nulla csillag lett, ami aztán SAS az nagyon-nagyon jó tud lenni. Tehát láthatjátok, hogy három darab air defense középen, nagyon-nagyon közel egymáshoz, egymás lefedve. Aztán körülötte, ugye ott van a három darab Giant Bomb középen, amin erőszeretettel futnak el a Hog Riderek. Hát nem úgy van, nem olyan nagyon-nagyon jól van ehhez az a dupla Giant Bomb, de mégis ott van, észrevétlenül a bomberobban. Úgyhogy köszönöm ennyit a dupla Giant Bombról, de itt is láthatjátok, hogy egyből az air defense-ek mellett egyel kijebb már ott van 4 darab Archer Tower és 4 és 3 darab Wizard Tower, valamint itt is Springtrap-ek válasszák el a védekezettséget itt a második sorban, tehát hogy akármi megy Golemite, Wizard, akármi, akkor ott bomb kilövő őket, valamint itt fönt van egy kicsi 2 darab Canon és egy Tesla, és a maradék Archer Tower pedig, illetve az a maradék egy itt található lent. Légi ellen eléggé jó ez a bázis, tehát hogy 8-an sárkánnyal támadták meg, tehát légi ellen nagyon-nagyon jól tud védeni, és hát Hog, igazán ennek a bázisnak a Hog a gyengéje, de az a baj, illetve nem is annyira baj, de hát, hogyha ellenünk van, akkor nem baj, ha velünk van, akkor meg baj. Szóval, hogy az emberek annyira nem tudnak hogriderezni, sajnos. Én ez a nagy tapasztalatom, tehát a magyarok között is azért elég kevés van ahhoz képest, hogy mennyien ember lehetne, aki tudna. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mennyi ember játszik azon a szinten a játékkal, mondjuk távol 8-ról beszélek, nagyon-nagyon kevés tud masszívan mindig három csillagot hozni.
Úgyhogy hát igen, sajnos nem minden, nem sokan tudnak hogriderezni. Na mindegy, igazából ennek a videónak az lett volna a lényege, hogy három darab bázis bemutassak nektek, és ez meg is történt. Szintén builders-hatok a szélén, amivel jól meg tudjátok tréfálni, főleg a sárkányos támadókat, de a hugos támadókat, meg a govájposokat is, hogyha nem figyelnek, hogy van ott külső épület, ugye itt a lenti utolsó épület nekem itt egy, mi ez? Dark Spell Factory lett, mert így jött ki. Na mindegy, és igazából ennyi lett volna a három bázis. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tudtam segíteni. Én ennyi lettem volna erre a videóra. Sziasztok!